Részt, mert kevesebb mint egy hét alatt ez a hatodik sajtótájékoztató, amit most tartok, és gyakorlatilag ezen sajtótájékoztatók nagy része az szabadidős sportrendezvényen kapcsolatos sajtótájékoztató volt. Nem mondom, hogy mindig ilyen sűrű az idő, de ez most nagyon. És az a helyzet, amit itt az elején gondoltam, hogy mindenképpen elmondjuk, hogy megjelennek mindenféle statisztikák, amikkel szoktuk szörnyűködni, hogy például Európában a legelhízottabb nemzet vagyunk, jelent meg, mint egy másfél-két héttel ezelőtt. És valóban ez egy elég tragikus, meg az a kétes dicsőség is, hogy a világon a negyedik helyen állunk. Ugyanakkor vannak nagyon pozitív folyamatok, de valahogy ezek a statisztikák kevesebb figyelmet érdemelnek. Az egyik ilyen nagyon jelentős változás, hogy az Eurobarométer készít felmérést, hogy milyen az egyes országokban azoknak az embereknek az aránya, akik rendszeresen mozognak. És az elmúlt 8 évben nagyon jelentős előrelépés történt ezen a területen, úgyhogy bár még rosszul állok egy statisztika szerint, de már kimondottan biztató jelek van. És az a helyzet, hogy az is nagyon biztató, hogy egyre több sportrendezvény van Magyarországon, és ezek a sportrendezvények évről évre gyakorlatilag szinte folyamatosan döntik meg a rekordokat. És én nagyon remélem, hogy az idei Balaton átúszás is rekordot fog dönteni. Ennek egy nagyon fontos feltétele van, és utána simán meg fogjuk tudni, hogy az első alkalommal jó idő legyen. Tehát ne legyen elhalasztva, mert ha el van halasztva, akkor mindig valamennyit visszaesik a résztvevőknek a száma. Én már tavaly is nagyon dukkoltam, hogy döntsünk el rekordot, de tavaly el kellett halasztani. Ezért tavaly is rekordot döntöttünk az egyen elhalasztott Balaton átúszások tekintetében. Még soha nem úsztak annyian, mint a tavalyi évben. De az a helyzet, hogy idén szeretném, hogyha még sikerül előre. És valóban, ahogy államtitkár asszony elmondta, nagyon-nagyon fontos feltétele ennek, hogy ezek a versenyek jók legyenek megszervezve. És azt hiszem, hogy a VSI szervezés az garancia, hogy ez a verseny is jól lesz megszervezve, mint annyi más VSI verseny. És ugye ez a sportiroda az, amelyik a legnagyobb létszámú szabadidős sporteseményeket szervezik Magyarországon. Tavaly megfogadtam, hogy többet fog készülni az idei Balaton átúszásra, mint a tavalyira. Tavaly emlékezetben jól úsztam, mert az utolsó készülésem az volt, amikor egy évvel előtt átúsztam a Balaton. Most az a helyzet, hogy jobban állok, mert novemberben a Vizes Gálán úsztam másfél kilométert, úgyhogy idén úgy érzem, hogy teljesen fitten, felkészülten fogok nekivágni a Balaton átúszásnak. A tréfát félreértve, azért még egy fontos gondolatot szeretnék elmondani, ezek a rendezvények azért fantasztikusan fontosak, mert amikor rá akarjuk tenni az embereket, hogy mozogjanak nagyobb számban, akkor nem azt az érzést kell keltenünk bennünk, hogy egy fogcsikorgatva, küzdve, mindenképpen legyőzve magukat kell nekik mozogni, hanem pont azt a feelinget, azt az érzést szeretnénk átadni, amit a Balaton átúszás jelent, vagy amit fog jelenteni a mozgás éjszakájáról tegnap tartott sajtótájékoztatók, hogy az emberek elmennek, jókeddel, érzik azt, hogy megcsinálták, napon vannak, zene, buli, jóképű kisportolt fiúk, csinos lányok, mikor kimásznak a medencét, és mindenki nagyon jól érzi magát. Azt hiszem, hogy ezt az érzést a Balaton átúszás tudja hozni, és államtitkár azt mondta, hogy egy egész kicsit szeretném ilyen kiadítani, azt mondta, hogy ez Magyarországnak a legnagyobb rendezvénye, ilyen típusú, de most az igazság, hogy szerintem az egész Európának, és én biztatnám itt a VSI-nek a rendezőit, hogy a elkövetkező években próbáljuk talán még erősebben nyitni Európa felé, mert ez az a lehetőség, amit egész Európában máshol sem nem találnak meg. Egész Európában sehol máshol nem lehet átúszni a Balaton csak nálunk. Úgyhogy mindenkit szeretnénk biztatni, hogy jöjjön. Nagyon reménykedem, hogy a rekord kísérlet az sikerülni fog, és nagyon bízom abban is, hogy államtitkár aztán hozzá fog járulni, hogy a rekordot megdöntsük. De valami azt súgja, hogy you can do it, tehát meg tudod csinálni. Köszönöm szépen!